2021 már a második év volt, amely a pandémia árnyékában telt. Az ezen járó korlátozások az élet számos területére, köztük a felső oktatásra is rányomta bélyegét. Az, hogy kórházi osztályok és szociális intézmények zártak be a terjedő járvány miatt, az egészségügyi képzéseken tanulókat érintette a leginkább a hallgatók közül. Nem tudták ugyanis teljesíteni a kötelező gyakorlataikat, amelyeket épp ezeken a helyeken kellett volna. Így volt ez a Debreceni Egyetem nyíregyházi egészségügyi karán is. Ezért aztán a végzős hallgatók nem tudták abban a munkarendben befejezni a tanulmányaikat ebben az évben, ahogyan megszokhattuk, nem volt államvizsga júniusban, júliusban. Bizony a végzős hallgatók ebben az évben csak augusztus végén fejezhették be a tanulmányaikat, és ez nem csak azt jelenti, hogy ők ekkor fejezték be a tanulást, hanem azt is jelenti, hogy a kórházak, a mentőállomás, az egészségügyi, szociális intézmények csak akkor kapták meg a friss munkaerőt. Önkéntesként azonban részt vettek a fiatalok a járvány elleni védekezésben. A kar több mint 1200 hallgatója közül mintegy 200-250-en dolgoztak heti váltásban különféle intézményekben, kórházakban, mentőállomásokon vagy épp a védőnői szolgálatnál. Az intézmény falai közt sem állt meg közben az élet, ilyen vagy olyan formában, de folyamatos volt az oktatás. A kezdeti nehézségek után rutinosabbak lettek az interneten keresztüli oktatásban és az online események szervezésében. A sok hátránya mellett pozitívuma is voltak az elmúlt hónapokban. Sok olyan neves külföldi előadó csatlakozott ugyanis online rendezvényeikhez, aki korábban a távolság miatt nem tudott részt venni a konferenciákon, előadásokon személyesen. Az infrastruktúra fejlődése sem állt meg a koronavírus járványhelyzet idején. A Debreceni Egyetem egy pályázati forrás keretében olyan eszköz fejlesztése nyújt kapott lehetőséget, amely érint bennünket is. Egy olyan skill laborral tudtunk fejlődni, ami a világ minden helyén, minden képzőintézményben megállná a helyét. Olyan szimulációs elemeknek a bemutatása lehetséges most már a következő időszakban a hallgatók számára, amelyet azt mondom, hogy szinte minden megtanulható olyan jól, hogy amikor kikerülnek a kórházi gyakorlatokba, a mentőállomási gyakorlatba, vagy akár a védőnői hálózatba, akkor sokkal nagyobb biztonságban tudjanak dolgozni, mint ahogyan azt eddig megtették. A dékán beszámolt arról is, a nyílt napok esetében az online tér alkalmazása nem feltétlenül pozitív tapasztalat. Az érdeklődők szeretik ugyanis személyesen is megismerni az egyetemi környezetet és infrastruktúrát. Ennek ellenére nem csökkent a karra felvettek száma, sőt még kicsit növekedett is. A legnépszerűbbek az egészségügyi képzések közül továbbra is a védőnő, ápoló, szülésznő és mentőtiszt szakok, a szociális területen pedig a szociális munka. A képzési paletta egyébként hamarosan tovább bővül, decemberben kaptak engedélyt a védőnő mesterszakra, ami már 2022. szeptemberében elindulhat. Kidolgozás alatt van emellett a gerontológia mesterszak terve is.